Milyen korszerű és újfajta szerkezeti megoldások találhatóak az épületben? Az épület szoborszerűségéhez illeszkedően mind a kültérben, mind a beltérben a mai modern kornak megfelelően a látszóbeton, az acél és az üvegszerkezetek dominálnak, úgy mint ugye a belső falfelületek látszó nyers zsaluzott felületei, a külső homlokzaton a szerelt, átszellőztetett, pont megfogásos kőburkolat, a déli homlokzaton a hőszigetelővegezésű alumínium függönyfalrendszer, a belső térben a lelátó üvegkorlátja, egy vonalmenti megfogású üvegkorlát, valamint az felső emeleten az acéltartó szerkezet lefedése. Az épület tetején azzal, hogy ne vegyünk el zöldet a telepítéssel, egy extenzív zöldető került kialakításra. Milyen korszerű és újfajta szerkezeti megoldások találhatóak az épületben? A tornacsarnok tetejére egy extenzív zöldtető került, amely környezettudatos gondolkodást képvisel, és megfelel Corbusier híres öt pontja közül az egyiknek, adjuk vissza a természetnek, amit a beépítéssel elvettünk. Ezzel a tető szervesen illeszkedik a Gellért-hegy zöld koszorújába. Milyen korszerű és újfajta szerkezeti megoldások találhatóak az épületben? Az alsó sportszint fölött vasbeton TT-panel készült, a fölötte lévő kézilabda pályán a nagy fesztáv miatt acélrácsos tartók készültek, mely fölött a tetőbe bevilágító kupolák és hős füstevezető kupolák készültek. A tető trapézlemez fedése alatt pedig akusztikai burkolat készült. Az épület tömegét a sportfunkciók határozzák meg. Hogyan oldották meg a régi iskolaépületbe a híd bekötését? A két épület összekötését a mögöttem látható üveghíddal oldották meg a tervezők. A híd pozícionálásánál a legfontosabb szempont a régi épület közlekedőjének, annak is a folyosójának a meghosszabbítása volt, ide került a híd, amellyel átjutunk az új épület a sportcsarnok Villányi úti lépcsőházába. A koncepció során a híd a meglévő épületben a legkisebb beavatkozással járt, az egyik ablak helyére került beépítésre, ezzel a homlokzathoz, a műemléki homlokzathoz a lehető legkisebb bontási igénnyel. Ez az üveghíd két acélgerendával gyámolított rácsostartó, illetve két acél rácsostartó, amelynek az alsó övére egy trapézlemezzel gyámolított vasbeton födém adja a járófelületét, és három oldalról pont megfogásos üveggel lett lehatárolva. A homlokzat burkolatot illetően mi döntött az anyaghasználat mellett? Az épület homlokzat alakítása követi a beton látványának a szándékát. Az épület egyszerű tömegéhez egyszerű finom beton homlokzatképző elemek társultak. Maga a szerkezet kialakítás az a 21. századi elveknek megfelel, szerelt, átszellőztetett és nagy vastagságú hőszigeteléssel ellátott falszerkezet született. A főhomlokzat a ciszterci rend emblémájával díszített, és ennek megfelelően perforál, finombeton táblákkal díszített. Emögött tényleg izgalmas benapozási viszonyok vannak a mögötte lévő üvegfalon keresztül. Miért lett kétszintes a tornacsarnok? Mi volt a fő koncepciós elv az épület megalkotásakor? A feladatunk ugye az volt, hogy 900 diáknak a mindennapi testnevelés óra keretein belül a lehető legtöbb helyszínt tudjuk biztosítani az iskola udvarán, és a legnagyobb feladat az valójában az volt, hogy ezt úgy tudjuk megtenni, hogy az iskola udvarán maradjon egy kültéri pálya is. Ezért készült kétszintesre a sportközpont. Önöket milyen sporttal kapcsolatos tapasztalatok segítették az épület tervezésében? A kosárlabda mai napig az életem része, így a tervezés során is sokkal könnyebb volt a funkciók egymás utáni elrendezése. Mi volt a legnagyobb kihívás a tervezés és a kivitelezés során? Hát a legnagyobb kihívás maga a Gellért-hegy volt. Ugye ennek az oldalába elhelyezni egy ilyen nagy tömegű épületet, ez nem egy egyszerű feladat. Ennek során sok szakági tervezőnek kellett együttműködni. Ugye a statikus adja a szerkezetet, ami megtámasztja az épületet, az építész adja a tömeget, a formát és az anyaghasználatot, és hát az épületszerkezeti szaktervező meggondoskodik arról, hogy a hegyből érkező szivárgó vizek elleni védelem is megoldott legyen. Az eklektikus épület és a Villányi út stílusához kötődően mekkora kihívást jelentett egy kortárs tornacsarnok tervezése? A sportközpont épületével nem szerettünk volna konkurálni az iskolával, emiatt készült egy finom beton látszó burkolat kívülről, viszont szerettük volna, hogyha a apátság identitását
megjeleníteni, ezért készült a ciszterci logóból kirakott úgynevezett csipkaminta, ami alul áttörten a déli oldalon bevilágítást ad a kosárlabdapályának. Egyben jelképezi az egyént, mint diákot, és egységben pedig az iskolát.